Sziasztok! Sziasztok! Szép délután. Szép jó délutánt kívánunk. Így van. Én itt hadarászok, mint egy ilyen. Még gyors kameraállítás következik. És perfekt. Na, most ha mind a ketten benne vagyunk a screenben, illetve a képben. Különlegességgel készülünk, igen. De csak akkor, hogyha válaszoltok arra a kérdésre, hogy jó-e a kép és jó-e a hang. Igen, mondjuk ezen a gépen is itt van ez a... Nézzük a reakciókat. Azt mondja, a képhang oké, mindenki azt írja, nagyon-nagyon nagyszerű. Jó. Négyen, öten, hatan írták be. Jézusom. Ez azt jelenti, hogy nagy nézettség. Okay. Nagy nézettség látszik. No, mi van? Hétfő van? Hétfő van, Mobilrene TV 100-valahanyadik adása, Dr. Kindal és Boggal. Sziasztok! Egy különlegességet kaptunk az XXL GSM-től, illetve többet is, de most ezt fogjuk bemutatni. Ez talán a legkülönlegesebb mind közül. Így van. Ez egy Blue Products Fantázia nevű készülék. A Studio 5.3 D5-10-es verzióját kaptuk. Azért D5-10-es, mert van D500-as is, ami single SIM-es, de ez meg dual SIM-es. Tehát ez a speciálisabb, mert ez két SIM-es készülék. És ha látjátok a hátulján, akkor... Én nem jól mutattam. Nem, így mutatom. Ugye rajta van, hogy mi a feature lista, ilyen szép képek formájában, ami azt jelenti, hogy 2.3.5-ös Android. És ezekre egyébként vannak ilyen szlogenek is, mindjárt megtaláljuk. Erre pont nincsen, ez nincs fel azon az oldalon. Valahol az, hogy a legfrissebb Android. Igen, igen, létezt meg minden, de az igen, most itt nincs, valahogy nem találom meg újra azt a részt. De azt mutassuk meg, hogy na, össze-vissza vagyunk, de nagyon sok mindent szeretnék egyszerre mondani. Igen, mert körülbelül tehát könnyesen röhögtük a szemünket azok az információk kapcsán, amik még a bekapcsolás előtt így... Így van. Érkeztek hozzá. Így van. Oda menj át arra, hogy about us. About us. Itt olyan idézetek van. Megmutatjuk a Blue Mobile about... Ez be volt állítva kind. Ja, jó. Nézd így. Blue Mobile about us részleg. Sexy. Na. Design is everything. Hát, ez lenne így. Ez minden. Ez minden? Ez minden. Brilliant innovation just one step ahead of the market. Ez ugye a 2.3.5-ös Androidban meg is nyilvánul, ahogy tetszik. With state-of-the-art technology, hát igen, ez is ismét a 2.3.5-re így reflektál. Így van. És intelligent leader of the Latin America market, with vision to expand worldwide, Blue is all about connecting people, amit hát máshol már olvashattunk elég sokszor. Igen. Mert a connecting people az rész. Az a Nokia-nak ugye a szlovénje. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog. Itt az van, hogy ha magára a Blue-ra kattintok, akkor megláthatjátok a csúcskészüléküket, mert az be fog itt jönni, remélhetőleg előbb-utóbb. Na, ez most nagyon nem akar, de már jön. Jó, koszos a képernyő, az látszik. Na, ez amit nem mutatunk be, ez a legdurvább Blue készülék, ami most félig töltött le. Annyira egyébként ez nem is rossz. Ez egy Super OLED Plus-os 4,3 inches kijelző 4.0-as ice cream sandwich-sel, és szintén dual SIM-mel. Így van. Ez most a Blue Products legdurvább eszköze, de mi nem azt kaptuk, hanem a Blue Products legnagyobb eszközét. És mellesleg legnevetségesebb eszközét is. No, de szerintem lassan vissza is kapcsoljuk a... Hát illetve azért pár dolgot mondjunk el a Blue-ról, amit itt most én mindjárt el tudok mondani nektek, mert utána néztem a cégnek. Következő helyzet, a Blue az egy Miami-ban székelő cég, tehát amerikai cégről van szó, de ők nem az amerikai piacra, tehát nem a US marketről lőnek elsősorban, hanem a dél-amerikai piacra. Ez a konkrét eszköz az Brazíliából származik, amit mi kaptunk, de beszél angolul, tehát ilyen szempontból nincsen nagy gondunk vele. És 3 éve alapították a céget, ennyit tudok még, illetve 3 alapítónak a nevét megnéztem, de fejből meg nem tudnám őket mondani, de van köztük arab, legalábbis név alapján, vagy arab származású. És hát ami a legkomolyabb ebben, hogy egy olyan készülék portfóliójuk van, amiben minden van, tehát amit el tudsz képzelni, az létezik, ezt megint visszakapcsolom, megmutatjuk. Tehát, hogyha fölmentek arra, hogy blueproducts.com, akkor ott fogjátok látni azokat a termékeket, amit ez a vállalat forgalmaz. Hát itt QWERTY is... Elkezdve, idős igen. Telefonig... Ott a tablet, ez Touchbook 7.0, ez a neve. Igen, hát itt a Touchpad és a Playbook házassága. Igen. Történt. Gyakorlatilag egy ilyen nagyon széles készülékportfólió. Blackberry-szerűségünk is. Igen, hát amit találtak, azt forgalmazzák, nem szórakoznak sokat. Na, nekünk a Studio 5.3 jutott, ez a mi készülékünk.
és most megint visszakapcsolok magunkra. És hát ugye, amikor megjött az a készülék, és kivettük a dobozból, akkor egyértelművé vált, hogy az 5.3 az a kijelző méretet jelöli, mert ez egy hatalmas készülék. Előtte kicsit gondolkodtam, hogy hát ha Android 5.3-ra igen, de nem. Ez maga a kijelző, hogy 5.3 incses. Most ehhez az 5.3 incshez egy VVGA felbontást társul, tehát 800x480, ez 176 ppi-t jelent, ami igen. Hát kicsit szőrös. Hát mondjuk fele akkora, mint manapság egy csúcsgépeknél. Így van, tehát azért ez... Persze azért... nyilván nem is kerül 200.000 forintba. Pontosan, sőt, meg tudom nektek mondani, hogy ez 240 dollárért lehet venni az Amazon.com-on, ami 50 és 60 ezer forint körüli árat jelent, áfa, vám és egyebek nélkül. És hát most már ezt próbáljuk meg beállítani úgy, hogy jó legyen ez a kamera. Válts gyorsan kamerát, és én meg elpukolom a notebookot. Itt van a... az eszköz. Kicsit följebb kell vinnünk a kamerát, hogy beleférjen a képbe. Na, hát kezdjük el mutogatni, hogy... hogy mit nyújt. Mit nyújt. Na igen, ez egy érdekes termék, ugyanis, hát látjátok, hogy ugye a kijelzőt, hogy a fedlapot kitölti valamelyest ez a hatalmas kijelző. A rendszer lelke egy MTK 5733-as, talán mindjárt megnézem. Jó, ez a másik gépen volt a specie. A lényeg, hogy ebben egy 650 MHz-es órajelű processzor található. Utasításkészletet tekintve ARM V6-ot kapunk, tehát egy generációval le van maradva a jelenlegi csúcsnál. Igen, és egy MediaTek MT6573-as chipsetet kapunk hozzá. Ez a MediaTeknek egy régebbi vonala. Azért ugye a MediaTeket szoktuk azért néha egy kicsit pejoratívan kezelni, ha úgy tetszik, de igazából azért ők nekik vannak komolyabb fejlesztéseik. Van, most már van. Egyébként a 4 magas cucc. 2 magas, meg 4 magas MediaTek processzor is van. Ez ebben nincs benne. Ebben még egy 650 MHz-es 1 magas ARM V6-os eszköz van. Ehhez tartozik egy PowerVR SGX 531-es grafikus gyorsító, és 512 MB RAM, tehát ez az, ami benne van. Illetve hát ugye, ami nagyon fontos, hogy 2 SIM-kártyát kezel. Közben Dr. Ken úgy látom, hogy elszólalkozik az élő háttérrel. Na és hát ami az élő háttér kapcsán még egyébként is ugye a készülékből, hogyha menüből belépünk, amit mindjárt megteszünk, akkor azt fogjátok látni, hogy nem a 2.3.5-ös alap Androiddal dolgozunk, hanem a GoLauncher. Hanem egy GoLauncher van rajta, ami gyárilag rákerült az eszközre, és ezzel jött egy pár widget, ami hát szintén okoz egy pár furcsa dolgot. Leolt csak lámpákat, vagy előbb még a kamerát hadd mutassam meg. Még a kezel... nagyon fontos, ami is nagyon érdekes dolog. Itt alul ugye látható, hogy 4 kezelő billentyűzet van, ez a szokásos home gomb, beállítások, vissza és keresés, de még itt alul legalább is kapunk egy kis fizikai billentyűt, ami szintén egy home gomb, tehát igazából ez az egyik első, sőt ez az első olyan készülék, ami 2 home gombbal érkezik. Hát ez mindenképpen nagyon örömteli, nem is tudom, hogy lennénk meg nélküle. Így már tényleg abszolút haza lehet térni mindenhonnan. Tehát, hogy annyira nagy volt a telefon, hogy már nem tudtak hova tenni gombot. Már túl sok helyük volt, és ezért plusz gombokat helyeztek el rá. Nyilván dizájnokokból van egyébként 2 home gomb, sok funkcionalitás előnye nincsen. Na és, hogyha hát megfordítjuk, van még egy-két apróság, ami fontos. Egyrészt, most átulajtva van egy ilyen matrica, de ez ne érdekeljen meneteket. Ugye azt látjátok, hogy ez egy 5 megapixeles kamera itt, ami rajta van, ledes villanóval. Na most ez az első olyan készülék, nem csak a kínai, hanem a világtörténelemben is, ahol ismét csak hazudik a specifikáció ezzel az 5 megapixellel, de lefele hazudnak. Igen, tehát, hogy itt most ez igazából 8 megapixeles ez a kamera. Így van, de ezt legelőször az Antutu benchmark programmal láttuk, hogy ez itt 8 megapixel van írva, és akkor csináltunk pár fotót, és meg a kamera szoftver is 8 megapixelet írt, tehát abszolút egy szerény gyártóról van szó. Ha így tetszik, akkor visszafogják a magukat, és ahelyett, hogy felvágnának a 8 megapixelet, még a dobozon is az van itt, hogy 5 megapixeles, miközben tényleg 8. Igen, ez elég funny volt ez a része, és akkor van még egy érdekesség a készüléken, hogy ugye itt látjátok oldalt vannak hangerőszabályzó gombok, illetve van még egy gomb, amit hogyha megnyomok, ne halaszt holnapra, akkor itt fönn meg fog jelenni egy ikon a státuszbáron, ez a kijelző elforgatást lokkoló billentyű, ami kapott egy dedikált kezelő szervet. És hát ami még egy érdekes, hogy az eredeti speciális, ja igen, amit nem tudunk, ez valószínűleg egyébként dokkoló, de itt oldalt ezt le lehet venni, és
látjátok, van egy ilyen csatlakozó, ami egy ilyen printer port mini kiadását jelenti, és ami a legjobb az egészben, hogy ez a kis izé, ez nem kötődik sehogy a telefon burkolatához, tehát egyszer levetted, egyrészt nehéz visszatenni, másrészt nagyon könnyű elhagyni, ez nem egy túlságosan acélos megoldás, illetve az eredeti specifikációban, amit mi olvastunk ilyen reklámszövegként, azon az volt, hogy ebben a készülőben van a world's longest battery, igen, tehát igen. Nem longest life, meg ilyesmi, hanem longest, tehát ez a leghosszabb akkumulátor, ami eddig telefonban megjelent, de egyébként valószínűleg itt a kapacitására voltak nagyon büszkék, ez 2500 mAh-es papíron. Hát még nem hallottak a Razor Maxról egyébként. Igen, ami egy kicsit azért több. Igen. De hogy azt higgyák ők magukról, hogy 30 napos készenléti időre képes így a készülék. De egyébként lehet, hogy megállt az idő a Blue Mobile-nál, mert hogy ők a 2.3-as azt írták, hogy ez a legfrissebb jelenlegi Android. Igen, tehát ez akár az is lehet, hogy itt voltak gondok. No, szerintem nem Gorilla Glass-os, hogy megelőzzük a kérdéseket, viszont lekapcsolok néhány fényforrás, hogy tudjunk mutatni menüt. Meg is teszünk. Így van, most már jól látjátok ti is szerintem. Na, ez a Golláncserrel együtt érkező gyönyörű élő háttér. Élő háttér. Pofa, aki szereti a dinókat, az biztos, hogy pörög rá. Igen, van lába kitörés. De így, egyébként itt húzogatja az ember az ujját a kijelzőn, és így fel-fel villannak a környező oldalak widgetei, tehát itt magával a képfrissítési metodikával is valami. Igen, vannak gondok. Azt nem tudom, átmegy a videón, és egyébként pedig hát látjátok 9 oldal, hoppá, hát ennyit a 30-as készülétről, 100%-on kapcsoltam be ma, hogy alig volt benne SIM. Hát a longest battery, az a longest battery. Az csak longest, viszont akkor rá... Töltünk egy kicsit. Van itt rendszeresített adástöltő, ha úgy tetszik. Jaj, de jól is fordultunk. Ezt lehet, hogy be is állítom, hogy ne. Na, hogy van állapotjelző LED, ami most pirossal világít, de kéken villog, hogyha esemény történt, ezt azért el tudjuk mondani, mint pozitívumot. Igen. Van belső végé a kameránk ott a hangszóró mellett, ezt valami is tudjuk. Illetőleg ennyi. Tehát, hogy nagyon másról nem tudunk beszámolni. A Golláncserrel érkező widgetekről azért egy rövid szó, tehát nem sok widget van a Golláncserbe, de itt vannak a Go widgetek, amik hát ugye ez... Go órát. Amit már kiraktunk mi, úgyhogy ezt megmutatjuk onnan, a Go óra az ez. És ugye az a nagy érdekesség, hogy ezt lehet resize-olni, tehát át lehet méretezni, és ezt nem tudom milyen apropóból, de tudunk csinálni belőle ilyet. Sőt, tudunk belőle csinálni ilyet. És még ilyet is szerintem, nem. És hát akkor az a kérdés, hogy ez így mire jó? Tehát, hogy ez az óra, ez vajon mennyire információdús? Tehát ránézel a kijelzőre és nem mondod meg hány óra van. De legalább nem ütközik bele a dinók fel. Az biztos, viszont az is jó, hogy tudsz csinálni olyat is, hogy ilyet, ami hát szintén semmi értelme nincsen, tehát igazából tök felesleges ezt a widgetet átméretezni, mert igazából ebben a méretben van értelme kizárólag. Igen, ez kicsit ilyen... Nem gondolták át Kai, tehát ez nem lehet mit mondani. Keressük a válaszokat, de nem találjuk. Nincsenek. Itt ez egy Task Manager widget, ami mutatja a RAM-unknak is a kihasználtságát. Egyébként 512 MB RAM van a gépben. És ez mindig magától nyitogatja ezeket a szarokat meg, hát nekem nem kellett sem ez a Yahoo izé, sem a Skype, ezt ő megnyitotta, nem én nyitottam meg, hanem csak úgy ő. Úgyhogy ezeket lehet majd bezáragatni sűrűn, aki mégiscsak úgy dönt, hogy ilyen készülékvásárlás adja fejét. Viszont ami fontos, és hát amit egy dual SIM-es készülőknél mindenképpen el kell mondani, hogy ugye elvileg van egy beállítás, ami a SIM-kártyákról szól. Most nincs benne egy sem, már kiszedtük, ugyanis a MicroSIM adapter majdnem megint beleszorult ebbe az izébe. Ez nem is aktív most ez a menüpont. Na, a lényeg az, hogy ez volt aktív ez a menüpont, és vannak profilok, ne haragudj. Na. Az azért something. De hogy ugye az volt, hogy ebben a menüpontban be lehet állítani, melyik legyen az elsődleges kártya hívásnál, üzenetnél, adatkommunikációnál és videótelefonálásnál. Lehet beállítani defaultot, illetve lehet azt is csinálni, hogy megadod azt vagy rákérdez a rendszer minden hívásnál, mondjuk, hogy melyikről intézze. Ez elég hasznos egyébként, viszont kipróbáltuk és nem dual aktív standby-os, tehát amikor az egyik kártya használatban van, azaz beszélünk rajta, akkor a másik kártya leszáll a hálózatról és nem elérhetővé válik, ami olyan szempontból valamelyest furcsának érzem, hogy ebben a készülékben csak az elsődleges SIM-kártya képes a 3G-re, a másodlagos csak 2G-n van fenn, ami azt vetíti nekem előre, hogy elvileg két antenna kéne, hogy benne legyen, de mégsem képes a dual active standby módra a készülék.
Viszont nagyon kellemesen az egyik kártyát világos kékkel, a másikat rózsaszínen jelzi, és amelyiken jön be a hívás, olyan háttérszint ad a bejövő hívóképernyőnek, amint bejön a hívás, tehát ilyen szempontból egészen jól használható egyébként. Na, döcög. Döcög, ezt döcög. El tudjuk mondani. És még egy nagyon vicces motivum van az egésznek. A cikkünkben, ami a Molyanő TV-ről szól, van egy promó kép, amin az egyik Studio 5.3-on Temple Run-t játszanak. Így van. Hát ezt mi is megpróbáltuk, és hát nem lehet letölteni erre a telefonra, nem, kompatibilis. Nem kompatibilis. Viszont az Angry Birds-ot letöltöttük, és az egész jól fut, azt kell mondjam. Jól fut, nagyon sokat tölt, úgyhogy nem is indítjuk el, mert egy olyan 2 perces töltésidő van. Baromi sokat töltöget, viszont tettünk rá zenét, ugye? Igen, nyűzik. A standard zenelejátszót fogjuk látszani. Tettük rá. És... ez egy teljesen stop zenelejátszó. Abszolút. Viszont a hangerő az egész kellemes. Legalábbis az erejét tekintve. Ez hangos. Szóval egy hangos zenelejátszóval van dolgunk, ezt el tudjuk mondani, és ugye van, tettél rá kind videót is. Azt nem tudom, hogy ugye van rajta 720p, 1080p, és egy felirat teszt. Mert ezeken csak képek vannak. A galéria van, de van videó lejátszó külön, igen. Szerintem, szokott lenni. Hát ha nézzük meg a File Managerben, és nyissuk meg őket Brute Force. Ugyanis van egy File Managerünk. Read Test. Na. Na, kezdjük a Planet Australia-ra. 1080p, nem supportálja. Nem csodálkozom, de amint ugye vissza nem se supported. 720, az se. És erre van egy olyan, hogy felirat pont. Ott van fel. Hát ezt se tudjuk lejátszani. Nincs DivX-ünk sem. Hát ez szomorú. Úgyhogy ennyit tudom mutatni a videózás tekintetében, ez elég vékonyka, böngesül. Nem úgy, mint a készülék, mert ez vastag. Igen, a telefon az elég vastag. Na most böngetünk egyet. Jön fel a billentyűzet. Na ezen félrejutni azért nehéz. Azt kell mondjam. Így, né? Itt is. Már jön is a website. Ja, ez még oké. És akkor most jön a fekete leves. Ez azért szüttyög egy sort, mire összerakja. Hát igen, itt már azért látszik, hogy... flash az ugye nincs, de hát ezt most várja. Akad nagyon, annyira, hogy néha a görgetés sem jön neki össze. Illetve most egy kicsit a... más szögből nézem a kijelzőt, a betekintési szögre még visszatérhetnénk. Nincs. Visszatérhetünk, hogy nincs betekintési szögre, nincs, azt mondom, mindjárt megnézzük a... Elég gyengus. Na, ez szépen tördeni ezt beérzéseket, vagy bekezdéseket. Jó, hát a sebességgel itt nincs sok jót, nem tudunk elmondani. Hát azért annyira nem veszélyes ez a betekintési szög. Alulról eltűnik elég hamar, meg felülről is. Tehát oldalról még csak alulról, felülről nem túlságosan acélos. Úgyhogy egy kérdésre néztem meg eddig, úgyhogy most mindjárt megnézem, hogy van-e kérdésetek. Na, azt mondja, hogy... úristen, mennyi komment van. Na, azt mondja, hogy... itt mindenki azt mondja, hogy jó az adás, formára sok a koppintás, azon a weboldalon egy rakás másolatot félek felfedezni. Igen, a benchmarkok rajta vannak, de még nem futottuk, mert is nagyon lassú lenne most lefuttatni. Nexus S, valaki azt írja, ezt szerintem nagyon messze van tőle. Anyaminőség, átlagos plasztik, semmi különös, nem túlságosan rossz, de nem is eredendően jó. Memóriakártya nem volt a dobozban. Látjuk, hogy villog a menü, király. Azt mondja, hogy a méretezhető óra az király, a dual mikroszim nem, mikroszim nincs benne, sőt két normál szín van benne. Én a mikroszimmel azért szívtunk, mert az adaptert ugye bele kellett passzintani, ami egy rendvés volt, csak kivenni nem tudtuk. Azt mondja, hogy ez a telefon egy vicc szerintünk is, és biztos lehetne egy Templar APG-kát rárakni, de hát az ugye nem, valóban nem a legjobb megoldás, úgyhogy eddig ezek a hozzászólások voltak. Árat azt szerintem mondtam, hogy 50 és 60 ezer forint között, ha átszámoljuk. Mi a 4
incses kijelzőt tartjuk optimálisnak, esetleg 4-3, ugye az a kérdés, hogy mi az optimális kijelző szerintünk. Ez biztos nem az. Tehát, hogy ez nagyon durva. Egyrészt ez a telefon igazából, amit nem mondtunk el, az a telefon, ez bazi nehéz. Ez 192 grammos. Igen, sok... és hát ezt már simán be lehetne építeni egy házban. Téglaként, mert ez nehéz, vastag, és nem is szép. Egyrészt. Másrészt meg... ugye hát a másik 5,3 incses kijelző, ami létezik, az ugye a Galaxy Note, az csak 178 gramm, és hát minden paraméter itt tekintve kisebb. Úgyhogy ha a Galaxy Note ellenében rakták ezt piacra, akkor azért érződik, hogy nincs meg az a technológiai fejlettség, ami a Samsungnál megvan. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz, vaskos, bazi nagy, ölni alkalmas valami, ami hát minden csak nem cutting edge technology, mert az pont hiányzik belőle, és hát szaggatós ez a használat, tehát azt kell mondjam, hogy, hogy iszonyatosan lassú ahhoz képest, ami volt. Most látom, hogy zseblámpát mutatsz. Két állapot. Két állapot van kiben, de legalább van benne zseblámpa, az is valami, úgyhogy ez egy elég béna dolog. Azt mondja, hogy napfényben a kijelző olvashatatlan szintre megy, tehát semmi fényerősség nincsen, vagy illetve kontraszt. Igen, hogy nagyon visszacsillan, még mi is látszunk benne, még most is, pedig most ugye le van véve a fény elég rendesen a stúdióban. Szóval nem, egyáltalán nem egy ütős hardware, ezt mindenképpen el kell mondani. Az is biztos, hogy nincs a piacon párja, mert ekkora kijelzőmérettel kétkártyás Androidot senki nem készít, legalábbis Magyarországra nem jut el. Mondjuk ez se jutott el Magyarországon, csak ez az egy példány. Na viszont, és most visszakapcsolom, és a fejünket is láttatjuk. A lényeg az, hogy azért kértem én ezt el, hogy volt egy csomó, ez úgy nézett ki, hogy az XXL GSM-es kontaktunk, ő néha behoz ilyen érdekesebb kütyüket, ugye emlékeztek, voltak ilyen tájvani telefonok is korábban, kínaiak. A Samsung Nori. A Nori is ott volt, igen. A Samsungtól. Tehát, hogy néha bejönnek ilyen készülékek is, és most is volt egy hatalmas lista, amit leküldött nekünk, hogy ezekből választhatunk hármat, ha akarjuk őket tesztelni, mi derekosan végignéztük az összeset, hogy mi micsoda. És a Blue Mobile-nak elég nagy kínálata volt, pont a Vivo nem volt rajta, ugye ez az új csoda. De ez az 5,3 incses dual SIM-es MTK chipsetes Android, ez engem azért érdekelt kifejezetten, mert kapcsolatban vagyunk néhány céggel, magyar céggel, akik ugye Kínából szereznek szintén be termékeket. És az egyik ilyen cégnek az ügyvezetője mondta, hogy most kapta Kínából egy ajánlatot, hogy 5,3 incses dual SIM-es Androidot tudnának hozni, és hát hogy 60 ér adná, szerintünk jó ez. Hát én mondtam, hogy szerintem ez biztos nem jó, mert nincsen túl nagy piac szerintem rá, meg hát önmagában az 5,3 inch dual SIM-mel az már magában egy olyan furcsa valami, ami szerintem lehezen értelmezhető. És utána jött nem sokkal ez a levél, hogy van egy ilyen készülék Brazíliából, és akkor azt mondtam, hogy ha már ugye nem hozza be ez a forgalmazó azt a készüléket Kínából, mert lebeszéltük róla, szerintem joggal, akkor is azért hadd nézzünk meg egy ilyet. Egyrészt a saját magunk megnyugtatásra, hogy jól döntöttünk, amikor azt mondtuk, hogy ne csináld. Másrészt a saját szórakoztatásunkra. Igen. Harmadrészt hát az olvasóknak sem árt, hogyha látnak néha ilyet is, meg hát nekünk sem árt, hogyha látunk néha ilyet is. Azzal együtt nyilván, hogy azért elég nagy számban az fordul elő, hogy mi tudjuk azt, hogy elvileg vannak olyan MTK chipsetes termékek, amik ütősek, meg van AMOLED, meg mit tudom én. Hozzánk ezek valahogy nem jutnak el, sajnos. Érdekes módon. De azt el tudjuk mondani, hogy a szerdai adás az annyiból még ezen a vonalon fog mozogni, hogy természetesen nem csak a Brazil Blue kínálatából készülünk el készüléket, hanem elkértünk még két extrább eszközt is. Az egyik egy NEC, az az NEC telefon. Ez ugye a 3D kijelzős. Nem, az a sár. A sár. A NEC az nagyon vékony. Jó, és az a Media igen, és a NEC-en úgy van, most ezen a telefonon kell megmutassam, de a NEC-en úgy van, hogy itt van a hangerőszabályzó hátul, tehát itt fogod a telefon, igen. És itt mozgatod a hangerőgombokat, az nagyon komoly. És ez egy por és vízálló készülék. Igen, és baromi vékony, tehát hogy az az egyik, amit még elkértünk, a másik pedig az, amit említettél, egy 3D-s kijelzővel felszerelt Sharp, ami szintén nagyon komoly dolgot tud. Ez a 3D-s menü, és annyira japán, hogy a 3D-s menübe ilyen rajzolt némós akváriumot tudsz nézegetni. Na de ezeket meg fogjuk mutatni majd nektek a szerdai adásban, ha addig nem kapunk más készüléket. Bár egy T3 ugye elvileg úton van egy LG.
Úgyhogy ezek várhatók. Az biztos, hogy holnap már a Netsről olvashattok cikket, mert Legend kolléga azt már megírta, úgyhogy azt nekünk még meg kell fotóznunk Kindle, mert az Android SDK nem ismerte fel a telefont, úgyhogy marad a screenshotolás manuális módon. De azt a cikket holnap olvashatjátok. Erről szerintem csütörtök, mert hogy szerdán Rusi fog kirakni a Moto Smart nevű Motorola telefonról egy anyagot. Igen, és pénteken pedig egy gigászik cikkkel jelentkezni. Igen, reményeink szerint pénteken 8 darab... 8 megapixeles. 8 megapixeles. Pontosan van egy 41 megapixeles. Igen, tehát hogy úgy lesz 8 darab 8 megapixeles, hogy a Symbianos Nokia 8 megapixelen fotózva versus az összes többi. Ebbe beletartozik az Xperia S, a Huawei P1, a Galaxy S3, Az iPhone 4S, Optimus 4X, HTC One X, és volt még? A Ascend P1-et mondtuk. Nem? Igen. Szerintem van ezek, meg a Symbianos Nokia. Igen. Úgyhogy ezt a mezőnyt gyűjtöttük most össze. Ja, ne, a Lumia 900-as Nokia. Igen. Hogy egy Windowsos is legyen a kínálatban. Tehát ezt a mezőnyt gyűjtöttük össze 8 megapixelesek között. Most fölmerült, hogy esetleg tegyük bele ezt. De én szerintem ez elrettentő példaként lehetne valószínűleg, illetve fölmerült még a platform, mint opció, de hát... Nem biztos, hogy holnapig be tudjuk szerezni. Hát egyrészt, másrészt azért van egy... Ez egy olyan merítés igyekszik lenni, ami azért azokat a készülékeket veszi gócsú alá, amikhez hozzá tudtok jutni ti is, vagy legalábbis népszerűek lesznek. Ugye a platform nem nagyon lehet itthon kapni, mint ahogy ezt sem. Tehát, hogy igazából olyan telefonokra szorítkozunk, amelyek viszonylag nagy számban kerültek értékesítésre. Úgyhogy ezért lesz ez a merítés még a héten, és akkor megnézzük a videós képességeket is, az esti fotózást, a makút, a makromódot. Minden lehetséges. Panorámát. HDR-t. HDR-t külön. Szóval, hogy nagyon sok mindent próbálunk majd ebbe belezsúfolni, hát nyilván ezzel is fogunk szívni egy jó sokat, de már készülünk rá lélekben, hogy itt ez hosszú éjszakákban nyúló cikkírásra fejlődik ki, de hát igazából mi is kíváncsiak vagyunk az eredményre, meg szerintem ti is. Pontosan van inkább arra, hogy ki lesz a második hely. Igen, az első hely az viszonylag egyszerűen el van döntve. Na, én ránézek még egyszer itt a blogokra. Az Innovate-et már nem vesszük bele a 8 megapixeles csatába, bár elvileg még valahol porosodik nálunk egy-egy polcon. De hát már nem lehet hozzájutni igazából. Az N9-et sem tudjuk belevenni a tesztbe, mert hogy az sincsen most nálunk, és azt nehéz most már a Nokiától is behúzni. De igazából a Lumia 900-as szerintem is nagyjából ugyanazt fogja hozni. Bár ugye ott a képfeldolgozó algoritmus lehet, hogy máshogy működik VP7 alatt, mint Migo alatt. Na, kameraminőséget még nem tudunk erről a készülékről. Csak a Go Launcher van rajta, a gyári androidos az nincs rajta, és azt hiszem, hogy ennyi volt a kérdés, amit írtatok. Úgyhogy nagyjából ez lesz a N8, az volt sztárolva. Igen, de hát a Symbianos Nokia, a Furio mellett már az N8-ot nem okvetlenül kell belevegyük. Pénteken, hogy mi lesz, nem tudjuk még, és igen, valaki még itt a processzorról írt egy dehonestáló hozzászólást, amivel nyilván egyet lehet érteni. Na, az a lényeg, hogy láttuk ezt is, én írom róla a cikket. Nyilván én nagyon jól szórakozom majd a cikk írása közben is, remélhetőleg ebből valamennyi átjut az olvasókhoz is, és ti is majd jól szórakoztok, miközben olvassátok. Az biztos, hogy Blue Mobile... Ja igen, egyébként írtam nekik e-mailt, azt nem mondtam. Írtam a fickóknak e-mailt, hogy hát azért mégiscsak valamit mondjanak már arról, hogy ők kik, és milyen apropóval forgalmazott telefont egyáltalán, és hogy tervezik az európai bevezetés, mert azért ez egy érdekes dolog lenne, hogyha hirtelen a Blue Mobile-ok megjelennének, mondjuk a Lidl-os Blue Mobile kínálatában, ami hát valahol klassz volna is, de nem válaszoltak még, hát lehet, hogy ott most éppen éjszaka van, tehát meg tudom érteni, úgyhogy remélem, hogy holnap után kapok valami választ, és akkor be látom írni a cikkbe. De a lényeg az, hogy nem valószínű, hogy ez a készülék szembe fog jönni veletek az utcán. Ami nem is feltétlenül baj. Nem, de ha szembe jön, észreveszitek, az is valószínűleg biztos, mert kigáncsol benneteket. Úgyhogy mi most el fogunk búcsúzni, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a figyelmet. Nagyon élveztük az adást. Találkozunk szerdán. Sziasztok. Sziasztok.